Sok szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket és hallgatónkat. Még innen Szegedről, sajnos nem sokáig. Hiszen Bhakti Pál Goszvámi, mint azt önök jól tudják, rengeteget utazik, hogy minél többekkel találkozhasson, és minél többeknek adhassa át a védikus tudást. Úgyhogy most utolsó közt használom ki ezt a lehetőséget, hogy még itt személyesen beszélgethetek ma vele. Karmár, úgyhogy köszöntöm Önt is, Hare Krishna. Hare Krishna. És megragadnám rögtön az alkalmat, mielőtt még megfeledkezek róla, hogy beharangozzam azt a közelgő eseményt, amit ugye múltkoriban már említettünk, ez december 3-án lesz, egy tradicionális, autentikus, védikus tűzáldozattal kísért közös Bhagavad Gita recitáció. Ugye ez így jó? Ez a Gita Jayanti magyarul, egy nagyon szép esemény. Nekem már volt szerencsém innen részt venni, egy életre szóló élmény, nagyon nagy segítség közelebb hozni a szívünkhöz a Bhagavad Gita-t, és tényleg egy nagyon fölemelő dolog, és persze számtalan kedvezősége van, esetleg ön majd még mesél nekünk erről. Tehát akit érdekel, december 3-án lehet ezen részt venni a budapesti Hare Krishna templomban, amit Lélekpalotája néven is ismernek bizonyára. Jó. Mai témánk ugye a karma, és hogyha vannak kérdéseik, akkor ezeket nyugodtan jegyzeteljék föl, hogyha mi nem válaszolnánk meg, amire azért van esély, hogy megválaszoljuk, akkor ezeket várjuk majd kommentben, ezeket a kérdéseket. Lássunk is neki akkor szerintem. No. Mi az egész karmának a lényege? Miért van erre szükségünk? Ugye most már egy kicsit beépült a hétköznapi nyelvbe, tehát már mindenki használja ezt a szót, hogyha valaki kap egy csokor virágot, akkor az is karma, hogyha valakit biciklivel ágázolnak, akkor az is karma, ezt most már úgy sokan értik, ismerik, de mi ennek az igazi funkció, kitalálta ezt ki, hogy erre szükség van, vagy miért van ez a világban? Gyakorlatilag a karma, hogyha megint nézünk azt, hogy először, hogy kiteremtette a világot, és miből áll ez az egész világ, már beszéltünk többször, hogy ez igazából a szeretet. És a világnak a fő törvénye ez a szeretet. És azok a személyek, akik önző életetet kezdenek élni, mert szeretet ez önzetlenség, adni másoknak. És amikor valaki saját javászra, önzőség miatt él, akkor ez a szeretet javítani fog. A karma törvény által ez meg fog csinálni, megjavítja az embernek az életét. Szóval a karma miért kell, hogy visszavezessen minket a szeretethez. Isten iránti szeretethez, mert mi lelkek vagyunk, és mostani társadalom, ahol élünk, arra, hogy nyom minket, kényszerít, élvez. Legyél önző. Ez azt jelenti, hogy mennyi távol a szeretettől, önzetlenségtől, távolabb Istentől. És ilyenkor a lélek nem lesz boldog, hanem jön a millátot, depressziók, stresszek, mindenféle más problémával fog küzdeni a lélek. Így a karmatörvény figyelmeztet, és valamikor próbál visszaterülni a lelket Istenhez. Majd ez további mai beszélgetésen, majd megnézzük, hogy hogy megy, akkor lehet, hogy ezt majd kint fog derülni. Köszönöm szépen. Nincs esetleg ennek a karmának egyfajta
kozmikus igazságszolgáltatás jelentősége, például én velem csinál valaki valami rosszat, utána ezt ő megkapja visszahatásként, és akkor én jól kárörvendően kinevethetem. Kapcsolatban van ezzel, természetesen, mert ez is, hogyha én tudod, a szeretet az azt jelenti, nem csinálni senkinek rosszat. Az, a, csak a, ez a szenvedélyes önzőség embert teszi érzéktelenné mások irányt, mások fájdalomért, mert csak én, csak nekem, akkor könyökölni fogom, és erőszakos leszek. De amikor van szeretet, például amikor egy apja, aki szereti a gyerekét, az nem fog bántani, hogyha csak abba esetbe, hogyha növelni kell, nevelni kell a fiát, hogy nevelt legyen, de nem agresszív, nem az önzőség miatt, hanem a szeretetből. De amúgy az emberek, akik igazi bölcsek, hogyha mi megnézünk Bhagavad Gita-t, ő megmagyarázza, hogy hol van a szeretet. Ezt mondja Srila Prabhupád, nemrég hallgattam egy beszédet vele, ő beszélgetett egy franciai püspökkel, ott pont erről beszélték, hogy bánt, nem bánt, és akkor Prabhupád mondja, hogy ha valaki tényleg szeret, ő mit jelent? Ő látod mindenkibe lelket? Ő látja, hogy ez mindenki Istennek a részecske, Istennek a gyermeke. És ott van a Istennek a része is benne van. Ugye mi tudjuk, hogy Isten is mindenkinek a szívében van, és lélek mindenkinek a szívében van. És ezért ő eszébe se jön neki erőszakos lenni. Vidya vinaya sampane brahmani gavi hastini. Sunicaiva szapakicsa. Pandita samadarsana, ugye samadarsana, pandita, akinek van ez a szeretet, akkor van lelki látása. Mert nem lehet szeretni, hogyha nincs lelki látásod. Mert a szeretet, ez nem anyagi, szeretet az lelki. És ekkor te látod, hogy állatokban is, hogy azt mondja, brahmani, gavi, hasti. Ugye ő látja ugyanúgy ezt a lelket, és aki Istennek a része, akit szeretem az emberbe, egy nagyon bölcs tudósba, brámanába, brámáni, gavi, a tehénbe is látja, haszti, elefánt, suni, csajva, kutyába, svapaka, a kutyavőbe vagy húsevőbe. Szóval ő, neki már nincsen ilyen, hogy téged szeretem, téged nem szeretem. Mindenkit szeretem. És ezért ez a törvény, amit mondtál, mint a karma törvény, amikor valaki megbántja egy mást, akkor vissza fog kapni. De ez a törvény nem csak emberekre bántást vonatkozik, mert állatokat se kell megbántani. Természetet se kell megbántani, hanem az, megint a szeretet, szeretni az képes, aki látja minden Istennel, minden kapcsolatban. Ez a fontos dolog. Akkor végül is a vegetarianizmus, mint a Krisna hívőknek az egyik nagyon fontos tanítása, az is visszavezethető a karmára, ha jól értjük. Igen, igen. Sokan azt gondolják, hogy azért vagyunk vegetariánusok, mert egészség. Mi is úgy szoktunk néha beszélni, hogy mutatjunk, hogy igen, a test szemszögből se jó, hogy nem alkalmas a testünk, de ugyanakkor a karma szemszögből, meg a szeretet, meg a lelki szemszögből nem jó enni húst. De nekünk fontosabb, nem az egészség miatt nem eszünk állattestet, hanem ne ártjunk senkinek, ne kelljen meghalni egy állatnak, csak azért, hogy én most jó vacsorázok be. Képzeld el, mondják neked. Na figyelj, bölcsúzál, 5 perced van, mindjárt levágunk téged, mert a király most fog jó, akarna lakomázni, jó fog lakni,
Akkor most téged itt megölünk. Mit szólsz hozzá? És akkor így oké. Okay. Lehet. Hát valószínűleg nem örülnék neki. Lehet elgondolkodnék egy alapos fogyókúrán, hogyha felajánlják, hogy le akarnak vágni. Na de térjünk vissza ugye témáinkhoz, hiszen ugye ez a karma, ez egy ideje tart, ugye, hogyha jól sejtem, ez életek óta bonyolódik, de mikor kezdődött el? Mikor kezdődött el? A karma. A karma? Nézzünk meg. Hogyha megengedett, én, hogy mondjunk, visszavágóan kérdezem, hogy már a kérdésem először én visszakérdezem. Hát mi volt a hamarabb, tyúk vagy tojás? Hát ez nehéz kérdés. Így van, nehéz kérdés. De mégis van rá válasz. Előbb volt Isten. Ugyanúgy a karma. Amikor megvan a törvény, akkor a törvény valaki, aki megírja a törvényt, arra kell valaki. Az magától nem történik. Akkor van egy személy, aki megírja a törvényeket, megírja a karma törvényt, akkor a mi világunk élhetővé válik. És akkor egyszerre több törvény van megírva. A karma törvény is benne van, ugye van a jóságnak a törvénye, ez a szatvá, van a rajász, a szenvedélytörvény, van a tamász, tudatlanság törvény, és akkor van sok minden más, akkor vannak olyan törvények, ami pszichikával kapcsolatosan, valami a testtel kapcsolatosan törvények, mint a prána, ugye van, ezek is törvények. A pránák hogyan működnek, mindegyik prána, van 10 prána, van 5 elsődleges prána, udana, samana, vyana, pána, ami törvényes, törvények szerint alapján működteti a testét a prána, csak példát mondom, hogy a születés az is prána csinálja. Ugye, amikor születik a kisgyerek, akkor most nagyon sok hallom, milyen csinálja? Császárt. Császárt. Oké. Úgy látom, félnek szülni a nők. Sokszor az orvosoknak a hibája, ők erőltetik ezt. Ugye, igen, 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 de Isten nem ezt találta ki. Szóval szülni szerintem, hogyha képes, az aki, ha valakinek probléma van a teste anatomiával, vagy valami, vagy gyengi az egészség, meghalhat. Persze, szóval nem jó vakon, vagy így, vagy úgy, okosan kell, de például a szüléskor ott is, ott prána nyomja ki a kis babát, akkor a pránába lebeg a lélek a szívbe, akkor a prána a lelket kiszállítja a halál pillanatban, annyi sok minden. Szóval vannak a törvények. A karma ugyanúgy, ez egy növelő törvény, ami növel embereket a szeretetre, és az előbb volt, mielőtt ide születtünk. Mert először tudod, a hotelt nem úgy csinálnak, hogy előbb gyere, vedd meg a szobát, feküdj le, és mondjál körülötted, felépítjük a hotelt. Hanem előbb megépítenek hotelbe, belerendeznek a dolgokkal, bevezetnek a vízet, nem úgy, hogy mész. Már itt van a hotel, de a víz még nincs, csak áram nincsen, ez majd holnap, hát de hát mínusz 20. Jó, hát mínusz 20, addig törje. Nem. Minden üzemel, akkor jöhetnek a szóval a személyek. Ugyanúgy itt is karma az már volt, mielőtt mi ide születtünk. Na most ugye feltételezném, hogy ez már nem az első születésünk itt az anyagi világban, hanem egy ideje már próbálkozunk, akkor ugye a karmánk is már igen régóta köt meg minket, de hogyan alakul ki ez a bonyolult szövevényes hálózat, ami ugye különböző jó és kevésbé jó eseményekbe sodor minket? Az egész úgy kezdődik, amikor lélek kerül ide, anyagi világba,
akkor először alakul finom fizikai test. Először létrejön a tiszta lelki egóból a hamis egó. Az lesz a ahankar. Amikor be van szennyeződve az ego, az beszennyeződi az intelligenciát, buddhit. Akkor utána buddhi, az intelligencia beszennyeződi az elméjét, a manaszt. És ez alakítja rögtön egy finom fizikai testet. És erre a finom fizikai testre majd épül a durva fizikai test. Finom fizikai testet úgy is hívják, hogy citta. Ez a tudatból áll. Citta, tudat. Ott van minden elme, intelligencia, és memória, és karma is. Karma miből áll? Akkor most nézzük, mert szóval van. A mi memóriánk is úgy van, hogy van egy rész, ami agyba is van kis memória, de az agy az csak mostani élettel kapcsolatosan tud működtetni dolgokat, hogyha a finom fizikai testből nem jön föl egy adag múlt életnek az a memóriája. Lényeg, hogy úgy történik, amikor van Bhagavad Gita-ban nagyon jó leírva a folyamat, és akkor azt mondja, hogy Purusa Prakritisto Hi, amikor a lélek azt gondolja, hogy én vagyok itt az Isten ebbe a világba, az azért van, hogy én önzően elégítsem ki magamat, Bhunkte Prakriti Dzsangunán. Szóval, amikor én vagyok itt a kontrolláló, én vagyok az élvező, és akarok önzően élvezni Bhunkte Prakriti Dzsangunán ezt az energiát, anyagi energiát akarok élvezni. Akkor például példát mondom, hogy legyen én ártatlan dolog, valaki eszik egy pizzát, még sose hallott róla semmi. Eszik egy pizzát, ami ártatlan dolog. De utána újra kell születni, hogy egyen még egyszer pizzát. Miért? Nézzük meg. Amikor én eszek, akkor kapok egy élményt. Ez az élmény, mikor én valamit csinálok, eszek, vagy valami más csinálok, ezt az élményt szanszkritul úgy hívják, hogy szamszkár. A szamszkár azt jelenti, hogy lenyomat. Olyan élmény, ami lenyomatot hagy. Azért én emlékszek. Például, aki most már evett többször pizzát, itt én most mondtam szó pizza, akkor feljön egy hangulat, egy élmény róla, hogy milyen volt ez. Szóval a mi memóriánk is úgy működik, hogy az eseményeket, amit emlékszünk, benne van föl az élmény és a hangulat. Ezért, mikor rossz élményt kaptunk, és amikor így feljön valami emlékezet, akkor nem akarunk ezt nem gondolni, mert rosszul vagyunk tőle. Hogyha jó élmény, akkor gondolkodunk, hol kellene még egyszer. Na most vissza. Egy kicsit mutattam, hogy hogy működik. Vissza ide. Akkor ettem, kaptam élményt. Ez az élmény, mivel élmény mély volt, akkor mély lenyomatot hagyta a csittába. És ez a lenyomat, ez úgy hívják, hogy a granti, csomó. És ez a csomó utána mint egy fájl lett. Utána tudat alattiba le lesz helyezve, és akkor ott maradt. És akkor lehet, hogy nem tudom róla semmit. És akkor volt egy pizzáról élmény, még egy élményt kaptam másról, harmadikról. Igazából egész életemben nem csinál semmi ember, csak gyűjt az élményeket percenként. Ezért ennyit csomókat rakja magának, ezek a szamszkárokat, élményeket. Annyi sok van egy élet alatt, úgy is mondják, hogy karma vászana, hogy neki annyi karma van, hogy a karma ezekből a kicsi csomagból áll, élménycsomagból, és a vászana, szanszkrit szó, ebből ered a magyar szó vászon. Vászana ez a vászon, anyag.
vászon. És hogyha mi megnézzünk egy nagyítóval a vászont, akkor ahol szálak itt kereszteződnek, akkor úgy néz ki, mint egy csomó. Szóval neki karma vászana, az azt jelenti egy ilyen, mint hogyha egy tekercs anyag, mint ki van itt tekerve, terítve, és akkor csomókból áll, és akkor úgy, mint egy anyagot képezne. Ez a karma vászana. Na most ott vannak ezek a szamszkárok. Én akkor ettem mondjuk egy, most egy pozitívet mondjunk, ettem pizzát, akkor ez ott van. És egyszer csak ülök, és mondjuk nézek internetet, vagy hallgatok valami hasznos dolgot, de egyszer csak fejembe felvillant, pizzát akarok. Honnan jött a hangulat, gondolat? Senki nem beszélt róla, interneten nem volt róla, sehol. Honnan jött? Nekünk nem jöhet olyan gondolat, ami nem voltunk kapcsolatban valamivel. Nem az történik, hanem hogy ez a vászana, ez a granta, ez a csomó, az aktiválódik, vannak törvények, hogy hogyan ez történik, és akkor fel fog jönni, amikor aktiválódik, kibontakozik, mint egy fájl, mappat, és akkor feljön az agyba, az elmébe, elme az agyba, és akkor jön először, oké, pizzát akarok. Szóval mi nem tudunk, ami mondjuk külső világ nem nyom minket, vedd meg ezt, vedd meg azt, vagy akarjál ezt, akarjál azt, ami alapban csak úgy néha feljön valami nálunk, ezt akarok, vagy azt akarok, semmi nem tud feljönni olyan, ami már nem csináltunk. Mi nem tudjunk. Hogyha külsőleg nem mondják, hogy ezt már ezt csináltál, még nem akarok. Hogyha külső nyomás nincs, a belül mindig csak a karma. Ezért, amíg például a gondolkodás meg van határozva nekünk, hogy mi maguktól hogyan gondolkodunk az életünkbe, és milyen vágyok lesznek ebbe az életbe. Jó, ez volt a pozitív. Megyek a negatívbe. Én valami negatívet csináltam, loptam. Akkor úgy volt egy élményem. Opa, ez milyen jó. Könnyen, gyorsan, meg hozzájuttottam ahhoz, ami lehet ebben az életben nem is tudnék ennyi pénzt keresni. És akkor volt jó élmény. Akkor mit jelent? Hogy valamikor fel fog jönni újra egy vágy. Hát lopni ez jó. És akkor megint akarok lopni. Ugyanúgy dohányozni. Ember először nehéz, de jó barátok vannak, kedves barátok, akik kerültek, de ne lúg ki a sorból, legyél menő, mácsó, gyújts rá, ne, te jó, csinálod, ne, mi legyél velünk, hajrá, hajrá, és akkor ember erőlteti, és akkor a tudat megváltozik, és gondol, igen, nem rossz, utána nagyon jó, utána már nem lehet élni nélküle. És ezért ez karma. És szóval a vágy, amikor többször-többször csinálod, mélyebb lesz a vágy, erősebb. Ugye ez a szamszkár mélyebb lesz, mint hogyha amikor fogjunk egy padlót, és akkor szöggel a deszkát. A szöggel egyszer így áthúzom, nem, alig lesz valami nyoma, de elkezdek így többször ugyanabba vonalba húzni szöget, akkor már mély barazda lesz. Szóval ugyanúgy a szokások, mert minden ez, minden az a szamszkárok. Én még egyszer megcsinálom, még egyszer megcsinálom, még egyszer, és utána már nem tudok nem csinálni. Oké. Akkor volt egy példa pozitív, mint egy pizza, most volt egy negatív dolog, de van egy másik, amikor én elloptam, akkor ezzel több karmát csináltam magamnak. Az egyik az, hogy vágy, újra fogok akarni lopni. Ez az egyik karma, amit beszéltünk. A másik, amikor ezt csináltam, ez egy negatív energia másik ember számára, aki fájdalmat érezte. Ha tőle ellopták, hát gondolom, aki most nézi minket, volt ilyen tapasztalat, hogy mit érzel, amikor tőled ellopnak valamit.
És ez azt jelenti, hogy amit te ezzel a szeretettel felbontottál, akkor ahhoz, hogy egyensúlyban legyen, neked is át kell élni ugyanazt. Akkor az azt jelenti, hogy vissza fog jönni hozzád másik visszahatás, vagy fizikai, vagy pszichikai. Mit jelent? Csak egy példát mondom. Lehet, hogy probléma lesz a kezeddel. Aki lop, azzal lehet probléma. Attól függ, milyen tolvaj, annyi mennyiségbe elveszíti a kezet. Lehet pszichikai. Tőled ellopják. Ez egy pszichikai fájdalom. Szóval így. De azt mondják, hogy ez úgy hívják, hogy hát van két, ez a két karma, ez úgy hívják, hogy aprarabda egy, megnyilvánulatlan karma, aprarabda egy, és aprarabda kettő. Akkor az egyik aprarabda, amikor megnyilvánul, ez a vagy fizikai, amit beszéltem kézről, vagy pszichikai, a másik, a kettő, aprarabda, megnyilvánulatlan karma kettő, az majd fog megnyilvánulni újra, mint egy újra vágy, újra ezt meg akarok csinálni. Még egy példát erről mondom, mondjuk mennek ketten két ember, itt a Kárász utcán, és látják, hogy mondjuk anyuka odahajolt a babakocsiba, de a padra lerakta a táskát, és akkor lehet látni, hogy jó, szituált az anyuka, látszik, a táska se olcsó, akkor biztos van ott pár érték, és ketten mennek, két barát. Az egyik barát rögtön gondolja, opa, most ezt nem is fog észrevenni, csak elmeszem és elsétálok. A másiknak eszébe se jutott ezt. Miért? Miért egyiknek eszébe jött, a másiknak nem? Azért, mert az egyik, akinek eszébe jutott, ő már lopott. Érted? Akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem csinálta meg most, de mivel feljött egy ilyen ötlet, ez csak azért, mert hajlam már van. Szóval amikor te már csináltál valami nem jó dolgot előző életbe, nem biztos most rögtön megcsinálsz, de hajlam már van, mert már gondolat, mert honnan, mert ha beszéltük elén, nekünk nem jelenik meg olyan gondolat, ami sose volt. Csak az, amit csináltunk. Ezért, mikor valaki nem tud sok negatív dolgokat mindenhon rögtön tapasztalja. Ami pozitív, nem kell negatív legyen, csak ő megéli minden traumának. Azért, mert ő így élte meg előző életben. Szóval ez a karma, ez is egy prizma. Mert én valaki, ahogy most is bejöttél hozzám, és akkor beszéltük rögtön, esik az eső. Te mondta, ó, de jó, örülök neki. Mert neked ez a prizmát. Igen. De valaki tud mondani, hogy igen, ez az időjárás, az ideális, a rituális öngyilkosságra. Ilyeneket is tudnak mondani nekünk. Érted? Te ilyen prizmával látsz, mert neked ez a karma, és a karma leszűrte, hogyan kell lássál pozitív élmény legyen, érzelem, vagy negatív érzelem legyen. Szóval ez is karma csinálja. A vágyunkat, a betegségenket, a gondolatunkat, a reakciunkat, érzelmeket, ez mind karma. Ez mind programok. Mert karma, ez egy program. Be vagyok programozva. Ezért elloptam, megírtam a programot. Szóval, mint a számítógép, ő nem tud olyan programot futatni, ami nincsen programozva. Ilyen nincsen. Ugye a Windows nem tud Macintosként beindulni, mert nem arra van programozva, az Windowsra van programozva. Ugyanúgy mi is. Be vagyok programozva mindenre reagálni. Akkor valaki, vagy viselkedni. Valaki ellopta, ezek a szamszkár, ez már egy program, csak akkor csak ez fel van installálódva. És akkor majd utána jön. Még vannak olyan szoftverek, ami néha így feljön, hogy régóta nem voltam aktív, használja már egy kicsit.
Nekem van ez az angol nyelv tanuló, ez mindig emlékezteti magáról, hogy hé, gyere már itt az angol óra. És akkor ugyanúgy, ez a, még régóta nem loptál, akkor feljön. Igen, hát ugye ön használta ezt a példát, vagy kifejezést, hogy programozás, de lehet programozni akkor a karmánkat, vagy hát a gondolatmenetünket ilyen módon? Hát tudod, hogyha mondjuk ez a karma programrendszer, ez olyan, mint a Linux. Mit jelent? Például a Windowsba, a Macintosba nem tudsz belenyúlni, most nem tetszik neked pár funkció, a Windowsba nem tudsz belenyúlni és megváltoztatni semmit. A zárt rendszerek. De a Linux, ez remélem, programozók értenek, miről beszélek, én nem vagyok programozó, csak ismerem azokat, akik azért szeretik használni Linuxot, mert ki, amíg gondol, na nekem kellene meg egy ilyen funkció, szóval belemegy oda egy speciális program, és akkor megírja magának, ami neki kell. Szóval ugyanúgy a karmát, hát mi írtunk a rosszat, hát mi meg tudjunk írni a jót. Ezzel nincsen semmi akadály. Tehát akkor mondjuk akár olyan karmikus következményeket, mint mondjuk betegségek fölül lehetne írni. Igen, fölül lehet írni. Mindent lehet felülírni. Na de most jön az, hogy na de hogy? Hát be kell iratkozni Bakta programra, látod, Bakta program. Mi készítsünk programozókat, akik programozni tudnak a karmájukat. Ugye van nekünk Facebookon Bhakti Yoga csoport, és a Bhakti Yoga csoportban, ami szervezünk januárra, Bhakta programot. Karmak programozókat. És ott megtanítjuk. Aztán azok, akik 18 évesek, a 18 és ilyen 30 között, azok számára csináljunk a Krisna völgy belül egy ilyen pár napos, hetes bakta programot, ott is programozunk, segítünk, megtanítjuk, hiszen mi nem programozunk senkit magyarul, hanem megtanítjunk, hogy hogyan tudsz magát átprogramozni, mert neked kell. Nem tud más. Hasonló, mint az agykontroll? Ugye sokaknak talán az jut eszébe, ilyen sorsfordító, sors átalakító programozás kapcsán. Nem. Miért? Azért, mert nem akarok bántani az agykontrollosokat. Jó, jó csinálja, aki csinálja. Bátorítani akarok, de bántani nem akarok, hogy aki azt gondolja, hogy minden sors, minden át lehet így agykontrollal írni, lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem. Szóval azért nem akarok mondani, hogy semmiképp nem sikerül, ne legyünk negatívek. De mit jelent, hogy lehet? Ez azt jelenti, hogy ilyen ezerből egy esély. Mert hogyha nem értesz a karma törvényt, érted? Akkor hogyan tudsz ezt átprogramozni? Ezt érteni kell, hogy hogyan működik a karma, és mi ez a programozó nyelv. Mert lehet valamit, hogy kontrollal egy pár felső rétegű pár dolgot meg lehet változtatni, az oké, okay. Semmi akadály ezzel, meg lehet csinálni. De vannak olyan dolgok, ami jó mélyen vannak, hogy előbb-utóbb azok fel fognak jönni, és újra állítják vissza az egészet. Tudod, reszetelni fognak. Szóval az alapbeállításokra, ami már karmával megprogramoztunk magunknak.
Szóval ezért, de hogyha valaki, szóval mi gyakorlatilag, mi is egy kontrollt, hogyha nézünk, hogy mi, amit mi tanítunk, az is egy agykontroll, de ez olyan agykontroll, amelyik a szívnek a mélyén kezdődik az agykontrollálás neked. És meg fog változtatni, vagy el fog égetni, vagy meg tud pirítani a karmanak a magjait. Szóval ez olyan mélyen fog menni. Köszönöm szépen. Egy nagyon gyakori kérdés. Jó karmával semlegesíthetjük-e a rossz karmát? Azaz kiüti-e egyik a másikat, mint hogy vannak ilyen vegyszerek is, hogy savat ráöntjük a lúgra, akkor semleges lesz. Nem lehet. Úgy mondjuk, végig nem. Általában úgy működik, hogy én csináltam a rossz karmát, utána csináltam jó karmát, utána megint rossz, jó, és akkor ez sorba fog állni. És ez vagy sorba fogok visszakapni, vagy vegyülni fog. És akkor vegyesen kapok. Vegyesen ez nagyon egyszerű, asztrológiát meg lehet nézni. Bárkinek az asztrológiát, nem kell asztrológia, csak egy emberre ránézel, pár kérdés felteszel, már fogsz neki mondani, hogy milyen a karmája. Például a jó karmának szép, okos, egészséges, gazdag. Hogyha minden négye van neked, akkor neked most jó karmát kaptál. De vegyes, csináltál valami jót, akkor szép szület, szépnek születtél. De csináltál valami rosszat, de totál buta vagy. Egyszer Einsteinnel találkozott egy modell, egy sztár modell. Azt hiszem Marilyn Monroe-ról szokták mondani. Marilyn Monroe, hogy... lehet. És ő mondta neki, Albert, képzeld el, hogyha mi ha százasodunk, akkor képzeld el, milyen gyerekeik lennének a te eszed és az én szépségem. Azt mondta Einstein, attól félek, hogy fordítva lesz. Te eszed és az én szépségem. Igen. Szóval, érted, lehet, hogy valaki jó karma, szép, de lehet buta. Lehet egészséges, de beteg. És ez ennyire kombinációk vannak. Szóval vegyülnek a karmák. Aztán utána periódusokra is van osztva. Van egy periódus, amikor minden tönkre megy. Utána minden rendbe jön. Utána semmi jel nem volt, és csak jött a betegség. És nem lehet elfutni. Volt egy nagyon híres színész a szovjet időben, Kramarov. Egy ilyen kancsal volt, és annyira népszerű volt, imádták. Imádták az emberek Szovjetunióba, de pénz kellett, és akkor immigrált Amerikába. Az egész élen során nagyon félte a ráktól. Nagyon félte. Ezért jógázott, vegetariánus volt, meg néha nyerset evett, meg sok minden. Szóval minden megtette, figyelte orvosok minden, hogy semmi rákot ne kapjon, végül rákból halt meg. Jó dolgokat csinálta. Jó. Csomó jó dolgot. De rákból halt meg. Nem tudta semlegesíteni. És mi ez a rák? Ez egy karma, ez a betegség. Mikor megjut a periódus a ráknak, az, és nem volt semmi jele. De mikor jött jele, és legjobb orvosok, akkor időben nem vettek észre. Érted? A karma az ilyen. Nem vettek észre. A legjobb, ő egy gazdag ember volt, és nagyon jó orvosok között volt, és olyan úgy kezdődött, ami már a kezdő stádium azokban az években már könnyen lehetett gyógyítani. De nem vettek. Nem vették észre, és akkor csak így sütsz,
és akkor rákból halt meg. Szóval a karma tisztítás, ez egy működő dolog, de nem lehet kitalálni, kispekulálni, hanem ugyanúgy kell ismerni a törvényeket, hogy mi a törvény, hogy működik, és akkor fogok tudni, aha, akkor... Szóval ez egy tudomány dolog, ez nem úgy, hogy én kitalálom, mert amikor emberekkel találkozunk, és azt mondja, hogy tegnap voltam karmatisztításon. Hát milyen? Hát mit tudom, tükörbe mosolyogtam, vagy mit tudom én, mit csináltam, vagy ingyen öleltem mindenkit, semmi kapcsolat karmatisztításhoz. Jó, jó csinálni, pozitív, ezek nagyon jók, de igazi karmatisztítás nem itt kezdődik. Oké. Okay. Mielőtt kérdeznék, lehet, hogy ismét érdemes megmutatnunk a december 3-ai Gita Jayantinak az eseményét. Ugye ez a Lélekpalotájában Budapesten lesz majd, a 3. kerületben. Hogyha valaki szeretne jelentkezni, erre lesz majd Facebook esemény esetleg, amin lehet jelentkezni? Még nem tudjuk. Lehet, hogy már van. Lehet, hogy már van. Na, hogyha valaki ügyes, akkor megtalálja. Igen, hogyha... így írják, hogy Gita Jayanti. Jayanti, magyarul. Hogyha nem megy neki, de szeretne részt venni rajta, lehet, hogy van nekünk ez az e-mail címünk. Ja, a mi e-mail címünket? Igen, a bhagavatam.goswami@gmail.com, ahol ugye lehet az adományozással kapcsolatban is fölvenni velünk a kapcsolatot, vagy akár a könyvvásárlásokkal kapcsolatban. Ugye, ha már Gita Jayanti, ugye ott is a könyvek kiemelten fontosak. Ugye most egy olyan hónap van, amikor kiemelten kedvező könyvet adni, könyvet ajándékozni, könyvet kapni, bármi módon. De nem bármilyen könyvet. Így van. A Harry Potter nem... működik. Hát annak a lelki könyvek, igen, de lelki könyvek, és kap. Várjál, és itt pont jó, hogy ezek a lelki könyvek, ezek tisztítanak a karmát. Oké. Okay. Jó, köszönöm szépen, és hogyha már megmutattuk ezt a subscribe feliratot, ugye akiknek komolyabb érdeklődése van esetleg ez iránt, a tudomány iránt, hiszen azért ez egy tudományos dolog, mint elhangzott, nem lehet csak úgy spekulálni a karmatisztítást, akkor a YouTube-on a Sadhana Bhakti csatornára tudjuk ajánlani a... Nem. A Bhaktipad Goswami YouTube ja. csatornára. Van a Sadhana Bhakti is, de van a Bhaktipad Goswami YouTube csatorna. Ott lehet. Megkérünk, hogy rakjunk a Facebookra, a YouTube-nak a linkjét. Jó, köszönjük szépen. Oké. Okay. Köszönjük. Akkor térjünk vissza ugye a beszélgetésünk menetére. Ugye elhangzott, ugye, hogy a könyvek többek között egy lehetséges útja a karma tisztításának. De van esetleg még azon kívül, hogy könyvekből, transzcendentális lelki könyvekből, a tudásművelését gyakoroljuk, még más módon is tisztíthatnánk-e a karmánkat? Van. De megint ahhoz, hogy tudod, hogy ne legyen, hogy tudod, valaki jön és mondja, így kell tisztítani ezt, mindenki oda megy és csinálja, de nem érti, hogy ahhoz először, hogy mindenki kedves nézőnk ne kövessenek vakon, és ismérjenek, hogy ne legyenek becsapva, megvezetve, először elmondom, hogy mi a törvény, és utána mondom, mi a módszer. Mert szerintem ez egy fontos dolog, hogyha nem értjük, akkor aki majd akarja, az becsapja minket, és azt gondoltuk, hogy mi tisztítottunk a karmát, pedig újra halmaztunk fel a karmát. Szóval akkor nézzük meg. Oké. Itt vagyunk anyagi világban, ami teljesen alá van rendelve a törvényeket. A karma törvénye az egyik fő törvény, ami javít minket. Természetesen ahhoz, hogy kezdjünk tisztítani a karmát, igenis meg kell tanulni, mit jelent jó ember lenni.
Másképp én tisztítom a karmát, és újra csinálom rosszat, akkor újra csinálom a karmát. Ezt úgy mondják, hogy elefántfürdés. Akkor elefánt ilyen nagyon-nagyon ilyen sáros, homokos, elmegy a vízbe, folyóba megfürdik, utána kimegy a partra, és akkor és vissza a homokba össze, hogy hívjálkolódik. Szóval ugyanúgy itt is. És ezért először a védikus írások mondanak, hogy yama niyama. Mi az, amit ne csináld, amit karmát fog okozni neked, és mi, amit csinálja, amit tisztítja a karmát. Ez egy nagyon-nagyon fontos. És akkor mi a tisztítási módszer? A tisztítás karma kezdődik pont a svadhyaya, az az első. Ez azt jelenti, hogy tanulmányozni a védikus szentírások, hogy én lélek vagyok, én ki Isten, hogyan Isten ezt a világot kontrollálja, mi a kapcsolat Isten és a világ között, mi a kapcsolat én és Isten között. Ez a svadhyaya, amikor tanulom az én lelki természetem, ez már elkezdi tisztítani a karmát. A másik, ami fontos, ez úgy hívják, hogy Isvara Pranidana. Ugye ezt meg is tudjátok nézni, nem csak a Bhagavad Gita-ban, ott más szavakkal van, ott a Isvara Pranidana mondja, hogy Daivi Hiesa Gunamai, Mama Maya Duratyaya, Mam Evayam Prapadjante, Mayame Vam Tarantite. Ugye ott ugyanazt, hogy kezdj teremteni kapcsolatot Istennel. Na itt a titok, hogy ez az egész anyagi világ, az karma törvény alatt van, kontroll alatt van. Isten, ő a világon kívül van. Ő tud bent lenni is, kint is lenni, de amikor bent van, az ő természete akkor is kint lesz. Ez mit jelent? Hogy ő sose lesz alárendelve ennek a karmának, karma törvénynek. Karma nem tud kontrollálni Istent, hanem Isten minden pillanatban kontrollálja a karmát. És minden tett, amit én teszek az életembe, Istenre van irányítva, ez karmán kívüli tett. Ennek nincs karma. Ráirányítom a tettemet bárhol itt anyagi világban, én és a világ, annak rögtön karma lesz. Karma visszahatás, úgy mondják. Ahogy csak Istenre, mivel ő a világon túl van, akkor az én tettem már nem a világban marad, ahol karma működik, hanem már karma fölött van. És ebben a pillanatban Isten viszonyul, hogyan viszonyul? Úgy viszonyul, hogy tisztul a karma. Szóval Isten nélkül nem lehet megtisztítani rendesen a karmát. Valamennyivel lehet, mert például a betegség is tisztítja a karmát, ugye ez úgy hívják, hogy agni, a szenvedés tűze, vezeklés, amikor valaki vezekel, de városban nem lehet vezekelni. A vezeklés is tisztítja a karmát, de legmélyebben és legerősebben ez az Isvara Pranidana, ugye. Vagy ahogy idéztem Bhagavad Gita-t, ami azt mondja, Daivi Hiesam Gunamai, Mama Maya Duratyaya. Mivel ezek az anyagi törvények, anyagi világban az Istennek az energiája, Daivi Hiesam Gunamai, Mama Maya Duratyaya. Ezért nem nagyon nehéz leküzdeni, legyőzni. Majdnem lehetetlen, és tudjunk, hogy kinek van kedve, szenvedés által letudni a karmát. Ki akarja betegség által tisztítani a karmát? Vagy önkorbácsolást csinálni? Az is egy karma tisztító? Vagy vezekelni? Ez azt jelenti, hogy lemondani
családról, lemondani mindenről, és elmenni valahol Himalájákba vezekelni, amit ma ezt tisztítja karmát. Otthon itt nem tisztítja, mi nem tudjunk itt a nyugaton. Csak hogyha gyalog megyünk. Nem viszünk hátizsákkal mezitláb, induljunk Himalájukba, még van idő, karácsonyig, akkor elindult a vezeklés. Szóval az, hogy mi 3 napig böltölök, az igazán nem, ez egy csepp óceánban, amit tisztít. De, szóval ezek mind korlátozott és kényelmetlen, mint megint. Szenvedni, beteg lenni, és így tovább, így letudni a karmát, vagy vezekelni, ez egy fájdalmas. Viszont amikor valaki Istennel kapcsolatot teremti, ahhoz nem kell változtatni a helyzeten. Lehet maradni saját városban, saját családban, mert Isten a leghatalmasabb. Ő megírta ezt a programot, ő kontrollálja, és ő tud nekünk segíteni, megszabadulni tőle. Szóval gyakorlatilag ez a titok, így lehet karmától megtisztulni. Köszönöm szépen. Az ilyesmi, hát ennek hagyománya is van egyébként, hogy esetleg rászorulók támogatása, betegek ápolása, ezek mennyire segítenek mondjuk, ha valakinek van beteges karmája, azt meggyógyítani? Meggyógyítani? Vagy most mi a kérdés? Hogy mennyi esély nekünk őt meggyógyítani, vagy nem, mennyi magamat, esély nekünk magamat, magamat, hogyha én másokat gondoskodok, igen, mennyi igen. esélyem nekem van karmától tisztítani. Így van, így van. Mindig jó segíteni és törődni másokkal. Ez mindig nagyon fontos. Mert ez nekünk segít menni szeretet irányába. Mert a szeretet az az, hogy mindenkit próbálok. De megint, tudod, van, mikor fanatizmus szeretet, ez az anyagi szeretet. Az igazi szeretet, az nagyon egészséges. De mikor valaki annyira gondoskodik másokért, már ilyen fanatizmus történik, az se annyira jó. De valaki, aki nem veszíti el egyensúlyt, ez mit jelent, hogyha valaki már elveszíti, nem látja Istennel kapcsolatban a dolgokat, akkor átmegy a fanatizmusba. Amikor, szóval azt megint mások gondolkodni, gondoskodni, segíteni Isten nélkül, hogy nincsen, nem látjuk kapcsolat Istennel, nem rossz, de veszélyes, hogy átmegy valami furcsa fanatizmusba. Itt van egy jó példa, az egészséges, ennek az egészséges dolognak, ez a Teréz anya. Ő nem csinálta semmi más, mint gondoskodta haldokló emberekért. És azok, akik kerültek oda a kórházba, szenvedtek, ő egész nap ment, és mindenkinek adta azt a szeretetet, és mindent, de ő egy apáca volt, és ez tökéletes volt, amit ő csinálta. Szóval így jó. De enélkül is jó, de korlátozott, ahogy mondtam is, ne, hogy átmenjen valamilyen fanatizmusba. Jó? Köszönöm szépen. Részben volt már talán említve, de van egy ilyen elmélet, hogy a karmát felhasználni a karma tisztítására. Erről hallhatunk-e egy kicsit bővebben? Igen, lehet, mert hogyha mi úgy nézünk, hogy a karma szó mit jelent, azt jelenti, hogy tevékenység, cselekvés. És akkor mit jelent a tevékenység, cselekvés? Amikor én csinálok valamit, annak lesz szamszkár, annak lesz visszahatás. Hogyha én ugyanazt a tevékenység, cselekvés például eszek, amikor eszek, magamnak főzök, magamnak csinálom dolgokat, akkor itt megkapom karmát, visszahatást, amikor eszek, vagy főzök. Mert cselekszek, ez is kar. De amikor én amikor én főzök, és mit fogok enni, ezt Istennek főzök, és neki felajánlom, meghálálom őt, akkor ez a karma, cselekvés, amit csináltam, vagy főztem, vagy eszek, ez tisztítani fog engem.
Ez a, úgy hívják, hogy karmászó kausalam. Ez a trükk, hogyha valaki tudja, hogy hogy kell, mert miért, ez egy jó kérdés, amit feltettél. Például, mert vannak olyan keleti vonalok, ahol azt mondják, hogy karma ez rossz, mert akkor téged ide megköt, és akkor visszahatások lesznek, ezért abba kell hagyni minden cselekvést. Tétlen maradni, ez a jógik. Sok jógi, aki megy Himalájukba, ő próbál tétlen lenni, akkor nem csinálok karmát. De oké, csak ez drasztikus. De sokszor nem működik, mert te gondolkodsz. De gondolkodsz, akkor te cselekszel elmébe, és akkor csinálsz karmát. Akkor meg kell tanulni nem gondolni semmit. Ez azt jelenti, próbáld meg a saját természetet megerőszakolni. Megsemmisülni, mint egy személyiség. Te egy személyiség vagy, a személyiségnek a természete gondolkodni, vágyni, és akkor erőszakold meg magadat. Szóval van ilyen vonal? Lehet. De az igazi bölcs ember tudja, hogy kausalam, trükk. Van egy trükk, hogy az, ami mint méreg működik, mint karma, mint tud engem megkötni, szenvedést okoz, de hogyha én ismerem a trükköt, akkor ugyanazt a karmát használom, hogy megszabaduljak a karmától. Megint, nekem enni kell, főzni kell, de hogyha én főzök Istennek, neki felajánlom, utána azt eszek, akkor maga főzés nem csinál karmát, meg sima főzés Isten nélkül, az is karmát csinál. Evés karmát csinál. Még hogyha vegetariánus, még hogyha vegán vagy, nyers vegán, nem számít, karmát csinálsz, mert megeszel a növényeket, megöltél, vagy fizetél megölését, amikor vásároltál a boltba, akkor te felbéreltél. És akkor az oké, okay. De amikor én ezt felajánlom, Istennek főzök, akkor cselekedtem ugyanúgy. Szóval igazából ez a lényeg, ez a kausalám, ez a trükk. Ugyanúgy külsőleg, ugyanúgy néz ki. Mondjuk emberek esznek, mi is eszünk. Embereknek van éterem, nekünk is van éterem. Kívülről ugyanúgy, ott is kell fizetni, itt is kell fizetni. De ott, ami elmész egy sima étterembe fizetni, még karmát kapsz, még fizetsz is. Oké, okay, hogyha ez tetszik neked, akkor sok szerencsét kívánunk. Mi étterem úgy néz ki, mint hogy ott is vannak árak, de ott étel van főzve Istennek, fel van neki ajánlva, aki oda jön, ő adományoz igazából, mert most már nem tudjunk így csinálni egy adomány, amelyek a törvények, hatóságok, az nem engedi mostani rendszer, akkor muszáj írni, hogy árak, meg cég, meg bevételni, meg számlálni, meg ez a pénztárgép, meg minden, de gyakorlatilag adományként jön, te adományzol, és jöttél élvezni, és finomat eszel, és tisztulsz a karmától. Ez a kósalám. Kívülről ugyanúgy, de mivel belül más, akkor ennek a tettnek más a természete lesz. Ez tisztítja a karmától. És ha valaki erről nem tud, csak megkínálják ilyen étellel, ami Istennek föl van ajánlva, akkor ő egyfajta semleges tudatállapotban van, akkor milyen hatása van ő rá? Tudsz, vagy nem tudsz. Mondjuk, hogyha te nem tudsz, hogy tűz éget, és beteszel a kezed, akkor nem fogsz megégni? De. A törvény nem kérdezi, vagy nem szelektálja. Tudod, itt a törvény, akkor nézi, ő nem tud rólam, akkor most nem fogok működni. Hát sajnálom, nem tudsz. Ha tudnál rólam, akkor hatnék, de most nem hatok, mert nem tudsz rólam. Ilyen tűz se ezt csinálja, nem? Amikor kisgyerek nem tudja, és akkor szalad a tűzbe, már sokszor lehet látni, szülei izgulnak, és akkor tűz gondol, hát ez kisgyerek, őt nem fogok megégetni, mert ő nem tud róla. Dehogy is nem fog megégni. Nagyon meg fog égni. Ugyanúgy
Mint a gravitáció. Ez megint gyerek, tudod, ő is általában, hogyha mondjuk a tetőn lennél, a gyerek azonnal kimegy a szélére kipróbálni, mi az, és akkor gravitáció törvény mondja, nem baj, csak sétáljál ki, nem fogsz leesni, itt a levegőn fogsz sétálni, mert te nem tudsz róla. Nem, ugyanúgy le fog esni. Ez a törvény, az univerzális, az tudsz, nem tudsz, ismersz, nem ismersz, hiszel vagy nem hiszel, az nem kérdés. Nem kell, ez nem kérdezi senki. Ugyanúgy, mint az államba. Te nem tudsz, mondjuk, hogy megülni egy embert egy bűn, megültél embert, és akkor utána jön a bíróság, és akkor mondanak, oké, akkor 20 000 év szabadság, veszteség, vagy hogy mondják, ítélet, és mondod, hát én nem tudtam. Jó, kedves bíró és a többiek, hát őt most akkor nem is büntetjük, nem tudta róla, amikor, jó, akkor nem, akkor nem. Akkor már tudja legközelebb. Tudsz, nem tudsz. Vagy más. Mondasz, csinálsz egy bűnt, börtönbe, vagy a bíróságban mondja, 20 év. És akkor mondasz, hát én nem hiszek ebbe a törvénybe. Én nem hiszek. Hiszel, nem hiszel, a bilincs ott van a kezeden már. Ez a te dolgod, hiszel, nem hiszel, de attól még fog működni. Ja? Köszönjük szépen. Föl szokott vetődni ugyanakkor, ugye, hogy azért a karmán keresztül elég sok szenvedést is kapnak az emberek. Nem csak testit, szellemit, mindenféle téren, ugye, ez azért megkeseríti az életünket. De ha nem tudjuk, hogy miért kaptuk, csak kapjuk, akkor ez mi módon szolgálja a mi tisztulásunkat? De miért kell tudnunk, hogy miért kaptunk? Hát mert nem tanulunk így belőle, ugye ezt szokták mondani az emberek sok esetben. Ja, hallottam sok ember. Az helyett, hogy kezdjen tisztítani a karmát, 20 000 évig kutatja, mit csináltam, hogy most ezt kaptam. Fölösleges az egész, mert az a lényeg, hogy én most kaptam, most rosszul érzem magamat, akkor ennek a tanulása az, rosszat csináltam. Ez már, az már elég ahhoz, hogy én tudom, hogy én érdemelek meg, mert ezt én csináltam. Pont mi, az, akkor, hogy én megtudom, hogy pont mi volt az, pont hogy, az nem is tudjunk sose, mert valamikor megint ez a keveredés, vegyülés, amikor karmát csináltam, elcsináltam az ott össze van a keveredve, vegyítve, gobolyodva, és akkor így jön ki az én karmám. Nem fogsz tudni. Nem, lehetetlen. Ezért néha működik ez a regresszió, de ennek semmi, nem sok esély van. Mert valamikor a regresszió alatt is egy kever dolgot látom, és nem a valóság, ami volt nekem előző életben. Mert az se garancia, hogy ez igaz, ami regresszióban meg vagyok. Mert, és ez mondja rögtön, Bhagavad Gita 4. fejezetben azt mondja, a karma, a szövevénye annyira bonyolultak, hogy nem fogsz tudni vissza láncolal menni. De viszont egy, ami elég csak intelligencia, jót kapom, akkor valami jót csináltam. Mondjuk születtem gazdag családba, sose és nincsen probléma pénzzel, akkor már nem kell keresni, mi az, amit jól csináltam. Valamit jól csináltam. De közben mindig feszült vagyok, stresszes. Akkor valamit jól csináltam, és gazdag családba születtem, de valami rosszat csináltam, hogy egy fajtában feszült vagyok. Jó, akkor a bölcs ember akkor azt mondja, hogy rendben, hogyha azt mondjátok, hogy nem, ne nézzünk hátra, akkor mit csináljak? Na ez a bölcs kérdés, hogy ne mit csináltam, hanem a bölcs, most én mit csináljak? Mert megint vissza. Hogyha meg is tudnék, mit csináltam, az nekem miben segít? Semmibe. Mert mindig nem tudom, mit kell csinálnom. Ezért fontosabb és bölcsebb és éretebb, amikor én kérdezem, most mit csináljak?
Köszönöm szépen, ez bízom benne, hogy sokaknak segített erre a rendszeresen visszatérő kérdésre megkapni a választ. Közben megnézzük, hogy esetleg érkeztek-e nézői kérdéseink. Azt mondja a segítségünk, a kedves Vajisnak apropó, hogy éppen ebben a másodpercben érkezett be egy kérdés. Igen. Milyen karkötő van a csuklódon, mire jó? Szeretném a választ, köszi. Igen, itt van a kis karkötőm. Karmatisztításra jó. Szent zsinór, általában, ami oltáron, vagy Krisna völgy oltár, vagy budapesti oltáron vannak ilyen speciális felajánlások, ennek ezt a zsinort felajánlanak, és utána lehet hordani. Ez például ugyanaz, ugyanaz, csak most nem a kezemre kötöttem, hanem a nyakamba raktam. Ez ugyanúgy, ugyanolyan hatással van, mint ez. Csak ezzel, ez kicsi, ez bármikor, bárhol vagyok vele, még fürdődni is tudok, mindig rajtam van. Ezzel, amikor mondjuk általában tartok ilyen online előadásokat, felveszem, hogy adjon kis lelki bölcsességet, meg védje meg a rossz dolgoktól, és tudjak mondani, inkább úgy mondjuk, tudjak változat nélkül átadni azt, amit tanultam az én lelki tanítómesteremtől és a Srila Prabhupádtól. Mert igazából, amit én mesélek, ez semmi, amit én így kiálmodom, és akkor boldogan elmesélek, hanem én minden jobban szeretnék nem állni én, mint egy ego, miközben adok át a tudás, hanem minden átlátszóban változás nélkül átadni. És akkor ezek mindig segítenek. Úgy hívják például ezt, ennek az a neve, hogy pavitra, erre is lehet mondani, akár pavitra is, az azt jelenti pavitra, tisztító, tiszta. Mivel oltáron van felajánlva ez vagy ez, akkor ez megtisztult anyagi hatástól, és habár anyagi tovább, de amúgy lelki. Ez is, ez egy lelki dolog. Mit jelent? De hát fogtuk mondani, de hogy lelki, hát láttunk rajtad, de lelki, ez nem lehet látni. Ez egy anyagi, hát tudjuk, hát ez egy szalagból áll, ez valami zsinórfonalból áll, akkor hát ez miért lelki? Igen, mert sokszor azt gondoljuk, hogy a lelki, ami nem látható, lelki, aura, például aura az nem lelki. Egy lelki embernek, szentnek az aurája lelki, de nekünk, anyagi embereknek az aura nem lelki. Akkor ez hogy működik? Úgy. Például még egy, hogy értsünk, itt ez is mondjuk Bhagavad Gita, ez is lelki. De akkor ugyanúgy lehet mondani, hát egy papírban van, mert lelki örök. És de ez el fog romlani, a papír az elromlik, az mi tudjuk. Szét fog esni valamikor, és akkor így tovább, és így tovább. Ez is elromlik. Lehet, hogy kicsit tovább tart, mint papír, mert ez műanyagszálakból volt, ez pedig valami természetes anyag. De akkor hogy lehet ez a három dolog lelki? És mire jó, már mondtam, hogy tisztítja karmától, tisztítja a tudatunkat, mert pavitra, tiszta. De úgy, hogyha mi megnézünk a Bhagavad Gita-nak a tartalmát, a tartalma lelki. Ezért ez a könyv lelki vibrációval rendelkezik, mert tartalma lelki. És rögtön kész. Akkor ez a papír már, mivel lelki tartalmaz, lelki vibrációval rendelkezik. És a tartalom örök. Attól, hogyha mondjuk a papír tönkre megy, a lelki tartalma az megmarad, utána a következő papíron lesz lerögzítve. De
ugyanúgy, amikor ajánlva van ez oltáron, akkor lehet a hordozó, mint a papír, a anyagból van, de már lelki tartalmája van, lelki energia, mint a vas. Hogyha én egy vasat berakom a tűzbe, fel fogok hevíteni, utána kiveszem a tűzből, és akkor mondom neked, ez tűz. Te ezt fogsz mondani, de hogy is ez a tűz, ez egy vas. Ugye mondom, ez lelki, de hogy is lelki, ez egy vonal. Ez tűz. Erre vasra mondom. Mondom, de hogy is ez egy vas. Akkor mondom, érints meg. Megérintesz, és mi lesz? Forró, megégeti. Megégeti. Miért? Mert tűznek a természetét átvette a vas. Érted? Mivel tűzbe volt rakva, akkor a tűz természete belement a vasba. Ugyanúgy, mivel ez egy oltáron lelki dolgokon volt ajánlva, akkor a természete, mint a vasnak lesz tűztermészetű, akkor ennek a lelki a természete. Gyakorlatilag. Köszönjük szépen Enikőnek a nagyon jó kérdését, és érkezett azóta még egy. Ez pedig Margit kérdése. Ha valamikor megbántottam valakit, de már nincs lehetőségem bocsánatot kérni, de imádkozom érte, azzal tisztítom-e a karmámat? Igen, még így is tisztítom, hogyha mondjuk én megbántottam valakit, és abból tanultam, hogy így ne csináljak más. Hogyha én mondjuk például megbántottam valakit, imádkozok utána érte, de utána újra megbántottam valakit, akkor sokat nem tisztoltam. Igazán tisztolok úgy, hogy megbántottam valakit, imádkozok érte, és többet nem csinálok. Megtanultam, hogy többet ne csinálok így. Emlékeztek, Jézus úgy mondta? Igen, mondták, Jézus, el tudjál bocsánatni bűneimet? Azt mondta, igen, megvannak bocsájtva a bűneid, menj tovább, és tovább ne vétkezz. Értitek? Ez egy fontos. És még hogyha mi imádkozunk érte, és még Istennek is mondjuk, hogy igen, megértettem, megbántottam, érte imádkozok, és értem, és magamért is imádkozok, hogy szabadíts meg ettől a karmától, és többet nem követek újra ezt. Mert van például ilyen félreértés, hogy gondolja valaki, hogy Oké, megbántom valakit, utána imádkozok érte, meg a saját magamért, kedves uram, vasárnap megyek templomba, és mondom, ó, kedves uram, bocsáss meg nékünk a bűneinket, és a kenyért add meg nékünk ma. Aztán holnap megyek, és tovább csinálom minden bűnt újra, aztán vasárnap megint megyek, kedves uram, bocsáss meg nékünk bűneinket. Akkor még többet kapunk. Szóval amikor mi, tudjátok ugyanúgy, hogyha nekünk valaki ismerősünk a bíró, és mi akarunk őt felhasználni, akkor még lehet, hogy nagyobb büntetést is fogunk kapni, mi akartunk felhasználni a hatóságokat a saját dolgokra. Szóval ugyanúgy Istennel. Ő akkor bocsátja, amikor mi kérünk, az jó, de nem folytatjuk. Ez egy fontos feltétel. Mert elején is mondtuk, hogy erre majd még ki fogunk ma térni. Mert ezt úgy mondják, hogy megint, amit beszéltük, hogy elefántfürdés. Hogy akkor én elmegyek, én próbálok újért imádkozni, magamért imádkozok, de újra követem el, mikor próbálok meggyújtani a tüzet, a fát, fába a tüzet, de vizet is lacsolom rá. Akkor ez nem biztos, hogy fog belőle valami kedvező történni. Maximum sok füst. Igen. Igen, aztán van egy következő kérdésünk Juhász Sándornétól. A Krisna tudatosok lelke ugyanolyan, például egy családnál? Hát lelke, mindenki egy lélek. Mi
mint lelkek egyformák vagyunk. Nincsen, nincs vál, nincsen. Isten egy, mi mindannyian lelkek vagyunk, nem vagyunk Isten, sose leszünk, de mint lelkek, mi mindannyian Isten gyerekei vagyunk. És ez, most, ez jó kérdés, mert kérdezik krisnásoknál. De hát nézzük meg, Isten ő milyen? Krisnás? Muzulmán Isten? Vagy keresztény Isten? Vagy zsidó? Isten, ezek a keresztény, zsidó, muzulmán, ez test megjelölések. Mert mi lelkek vagyunk, lélek nem zsidó, nem keresztény, nem muzulmán. Mert most, most születtél Magyarországon, oké, Magyarországon katolicizmust gyakorolnak sokan. Hát csak azért gyakorolsz, mert ide születtél. De előző életben lehet, hogy voltál zsidó. De aztán lehet már voltál muzulmán is. Akkor te most ki vagy? Hogyha előző életben voltál muzulmán, azelőtt még zsidó, most valamilyen keresztény vagy, és egyszer már voltál protestáns, egyszer katolikus, egyszer pravoszláv, akkor most te melyik lélek vagy? Döntsd el! Hát a Isten, ezek testi megjelölések. A Isten, a testek és a vallások fölött áll. A szeretet, az nem vallásos dolog. Szeretet, nem lehet mondani, hogy a keresztény ember keresztényül szeret a gyerekét, a muzulmán anya muzulmánul szereti a gyerekét, az indiai anya indiai, hindúan szereti a gyereket. Nem. A szeretet, az fölötte áll. Ugyanúgy, mint a fejfájás. Mi a kereszténynek keresztényen fáj a feje, a muzulmánnak akkor muzulmán szerűen fáj a feje, indiaiknak hinduljon fáj a feje, vagy a fog fájás, az nem tartozik ezekhez a dolgok, testi megjelölésekhez. Ezért mint lelkek egyformák vagyunk. Isten ő vallások fölött áll, és mi, mint lelkek vallások fölött áll. A vallások az eszköz, hogy elkerüljünk arra a szintre, ahol lássunk, hogy mi, mint lelkek, mi minden testvérek vagyunk. Mi Isten gyermekei vagyunk, és egyformák. Még állatok is oda tartoznak, meg a növények, csak ők egy karma szerint, ugye megint ez is egy karma törvény, amikor embernek a tudatja be van zárva, beszűkül a tudat, a bűnek, észrevettétek, amikor negatív dolgokat csinálunk, akkor zsugorodik a tudatok. És amikor negatív érzelmeket kapunk, akkor is zár a szívünk. És amikor eléggé lezárt, akkor puff, akkor már nem tudsz már emberként cselekedni akkor állati testbe. De amikor annyira zárt, hogy lehet születni növényi testbe. De ettől, hogy van egy növény, benne van egy lélek, állatban van egy lélek, és emberben van egy lélek, és ember között van 400 ezer faj emberek, nem csak a Földön vannak emberek, mindegyik ugyanolyan természetű lélek. Ezért elején, amikor emlékszel, mondtam ezt a Bhagavad Gita-t, bölcs látást, hogy ki hogy látja a bölcs. Vidya, aki lát, vidya, aki lát, aki tud, bölcs, és bölcs, ez azt jelenti, tudni, az látni. Ez az igazi. Amikor csak információt megtanultam, az még nem tudom. Az csak információ. De amikor megvalósítom, akkor látni. Ezért szanszkritul is úgy mondják, hogy tudni, vidya. Ez azt jelenti látni. Mert vidya, vid, látni. Antal a gyöktől jön. És aki lát, igazán, szóval ez egy magas, nagyon magas szint, vidya vinája, Sampane, Bragmani, Gavi, Hasteni, Sunicevásva, Pakacsa. Azt mondja, hogy megint. Akkor ő látja, hogy ember, melyik ember? Mondjuk Krisnás, keresztény, tehén, kutya, kutyaevő, húsevő,
Ő látja, ez mindenki ugyanolyan lélek, mint én. És akkor Pandita Sama, Sama Darsana, ez a tökéletes látás, mikor Sama, mindenhol látjunk, nem egy vagyunk, mi mindenki külön egyéni személyiség vagyunk, ez is nagyon fontos, ezért nekünk van külön, mint jelent külön egyéni személyek vagyunk. Azért, az azt jelenti, hogy nem érzem, amit te érzel, amit te érzel, én nem érzem, mert te egy egyéni személyiség vagy, én egy egyéni személyiség vagyok, de mint lelkek egyformák vagyunk abból szemszögből. Remélem, hogy válaszoltam, de hogyha nem, akkor lehet tovább kérdezni. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egyelőre még további kérdések nem érkeztek. Jó. Esetleg még megemlíthetjük akkor, hogy ezt a Gita Jayanti eseményt, akkor december 3-án Budapesten, 3. kerületben Lélek temploma, Hare Krishna templomban, és hogyha bármivel kapcsolatban igen, ez a Gita Jayanti, ez a nagyon szép kép, ez a Bhagavad Gita-ból van, ha jól tudom, ez a szép illusztráció. És hogyha bárkinek valamilyen különleges információra volna szüksége, vagy könyvet szeretne rendelni, lelki könyvet, Srila Prabhupád által írt lelki könyvet, vagy esetleg adományozni szeretne, akkor a bhagavatam.goswami@gmail.com e-mail címet tudjuk javasolni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Na jó, akkor? Akkor megbeszéljük majd, hogy a következő alkalom mikor lesz. Erről majd igyekszünk idejében kirakni az eseményt, hogy önök is tudomást tudjanak erről szerezni. És akkor mára köszönjük szépen a kedves figyelmüket, és a kérdéseket is, mert ezekkel segítik másoknak is. Hát, ha másokban is felvetődik ez a kérdés. Igen. Oké, akkor további mindenkinek szép estét kívánunk, és majd találkozunk, folytatjunk. Igen, a könyveket igazából én ajánlom. Természetesen nem sokára majd bemutatjunk több könyvet, ahogy beszéltünk, de mindenféleképpen szeretnénk ajánlani, mert ez egy lelki tett, lelki könyvek, ami olvasunk, nem olvasunk, akkor is sok áldást kapunk. Hogyha valakinek, a másiknak ajándékba adunk, különleges plusz több áldást még kapunk, hogyha ilyen lelki könyveket ajándékozunk másoknak. Oké, akkor... Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és majd találkozunk legközelebb. Szép estét kívánok mindenkinek. Szép estét. Hare Krishna.